Hello, sziasztok! Ebben a videóban a Tudástár Klubnak a román projektjét fogjuk egy kicsit jobban bemutatni. Anó nekem volt egy ilyen ígéretem felétek, hogy ahogy terjeszkedünk a kelet-európai piacra, úgy ezt a folyamatot be fogom mutatni a YouTube-on keresztül. Na most ez azért egy kicsit bonyolultabbnak ígérkezett, és illetve egy ilyen folyamat lett inkább, amit nagyon nehezemre esett széttagolni, úgyhogy az könnyen jól bemutatható legyen egyes videókban, főleg úgy, hogy ezeknek az egyes videóknak mindig legyen valami tanulsága is. Ugye magának a csatornának nem annyira ez a vállalkozói, üzleti vonal a fő profilja, ezért azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy mindenkit annyira érdekelne, hogy erről egy sorozatot csináljunk, és végül is arra jutottunk, hogy sokkal egyszerűbb lenne, hogyha egy nagyobb lélegzetvételű videóban mutatnánk be azt, hogy mi az, amit csináltunk, merre haladunk, milyen ötletek mentén haladtunk, illetve itt van velem Vajda Adrián, aki a csapatunknak az oszlopos tagja, ő az, aki egyébként ezt az egész román projektet viszi. Azért hívtam meg, mert arra is rá kellett jönnöm azért, hogy én bár az elején a stratégiai tervezésben részt vettem, illetve maga az ötletelésben is sok dologban részt vettem, mint segítség, de azért Adriennek mélyebb rálátása van a konkrét napi ügymenetre és folyamatokra, mint nekem, ezért nagyon fontos és jó véleményei, illetve ötletei, illetve meglátásai lehetnek ezzel kapcsolatban, úgyhogy ketten mutatnánk be azt, hogy hogyan is építettük fel magát a Román Tudástár Klubot, és hogy hol tartunk ebben. Szia, Adrien, köszi szépen, hogy elfogadtad ezt a meghívást. Sziasztok! Mielőtt itt belevágnánk egy valamennyi ilyen áttekintést adnék annak, aki esetleg nem tudja, hogy miről van szó. Tehát ugye van a Tudástár Klub, ez Magyarországon most már a legnagyobb önfejlesztő közösség lett. Ez egy előfizetéses rendszer, ahol könyveket, oktatóanyagokat, tréningeket és rendezvényeket kaphatnak az emberek, igazából üzleti, pénzügyi, meg önfejlesztési témában, gyakorlatilag egy könyv áráért havonta, egy óriási tudásbázis áll a rendelkezésükre. Ez egyébként üzletileg is egy jó vállalkozási ötletnek bizonyult, és azt szerettük volna, hogyha ez nem csak Magyarországon, hanem idővel akár külföldön is megjelenik. Amiben mások lennénk, mint a hasonló ilyen könyvrövidítéses szolgáltatások, az az, hogy az emberek anyanyelvén hozzuk el ezeket a könyveket, tehát a legtöbb ilyen nagy ágyú a piacon, az német, angol, esetleg spanyol nyelven elérhető, de mi szeretnénk mindig az adott piacnak a nyelvére fordítani ezeket az anyagokat, ami egy plusz kihívást jelent, hiszen nekünk egy sokkal nagyobb fordítási költségünk van, kisebb célcsoportjaink vannak, minden egyes piacon újra és újra be kell vezetni magát ezt a szolgáltatást, illetve új honlapokkal, új brand névvel kell megjelenni, tehát sokkal inkább töredezett lesz a marketingje ennek az üzletnek, de azt gondoljuk, hogy összességében meg jobb élményt tud nyújtani, hiszen nagyon sok ember van, aki ha beszél is angolul, németül vagy spanyolul, nem biztos, hogy olyan szinten beszél, hogy az önfejlesztés vagy a pénzügyeit vagy a vállalkozását ilyen nyelven szeretné tanulni. Maga a marketingről még annyit, maga a termékről, hogy van egy ilyen elv, amikor valaki új vállalkozást indít, vagy startupot indít, hogy érdemes először megpróbálni eladni a terméket, és csak utána űrhajót építeni. És ementén az elv mentén mi is arra gondoltunk, hogy a Tudástár Klubnak az első külföldi próbálkozása az nem kell, hogy egy űrhajó legyen, nem kell 20 szakértővel leforgatnunk mesterkurzusokat és beletolni, nem tudom, 10-20 millió forintokat ahhoz, hogy egyébként le tudjuk tesztelni, hogy működik-e az ötlet. Hanem szerettük volna lecsupaszítani, hogy mi is igazából a legfőbb érték a Tudástár Klubban, és ezt az értéket nagyon koncentráltan és egyszerűen átadni a legelején. És igazából arra jutottunk, hogy a legegyszerűbb értékajánlat az végül is a könyvek anyagában rejlik, és az, hogy azokat játékosítva, leckékre bontva adjuk át. És ezért végül is a Tudástár Klub magyar verziójához képest a román verzió az egy egyszerűbb dolog, nincsenek klubtalálkozók, nincsenek mesterkurzusok, nincsenek tréningek, csak a könyvek vannak, viszont a könyvek mögé egy fejlett játékosítási modult tettünk be, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden könyv elérhető lesz egy hosszú szöveges formában, ahogy a magyar oldalon is, de elérhető lesz küldetések formájában, ami pedig 10 percekre bontott
részeket jelent, tehát tényleg 10 perc alatt tudok haladni egy leckét, és az egész úgy fog kinézni kicsit, mint a Duolingo-ban, hogy haladok föntről lefele, és megyek egy adott útvonalon, és mindig van következő lecke, amit tudok használni. Ezekért a leckékért pontokat kapunk, szinteket lépünk, gyémántokat kapunk, amiből vásárolhatunk különböző power-upokat, meg ilyen kis aranyos kis cuccokat magunknak, és a lényeg az végül is, hogy tényleg az egész játékosítva van, és egy jó élményt fog nyújtani. Ezt majd egyébként a magyar projektbe is át fogjuk hozni, azt, hogy a küldetések egyébként jobban vezessék az embereket, mint jelenleg. De mivel a román oldalt egy teljesen új alapra építettük, ezért itt ez egy jó teszt volt arra, hogy kipróbáljuk, hogy hogyan is tudjuk ezt egyébként megoldani, technikailag felépíteni viszonylag egyszerűen. Itt tartottunk tehát, ez volt maga a stratégiai elgondolás, ez volt lett a termékötlet, és most akkor Adrián megkérnélek, hogy számolj be Léci arról, hogy ez hogyan is nézett ki ennek a felépítése, onnantól kezdve, hogy megvolt az ötlet, milyen feladatok voltak ezzel, és mi az, ami ebből készen áll? Hát az első feladat az az volt, hogy ugye a weboldalnak lehetőséget biztosítsunk, hogy el tudjuk kezdeni építeni, tehát megvásároltuk a tárhelyet, a domaint, a szükséges pluginokat, kiválasztottuk tényleg a legerősebb tananyagokat, ez egy olyan 20-21 tananyag, amivel indulunk, és ugye akkor elkezdtük felépíteni a weboldalt, mint az edu oldalt, tehát az oktatás oldalt, ahol majd a tananyagok elérhetőek lesznek, mind a sales oldalt, és akkor itt jött, hogy elkezdtük fordítatni a szövegeket, kiadtuk fordításra, a sales oldalnál lektoráltattuk is, közben azért a dizájnt is elkezdtük egy kicsit már kipofozni, úgyhogy most ott tartunk, hogy maga a tartalom, a fordítások megvannak, jönnek a finomítások, és ugye az oldalt majd egy marketing szoftver fogja, pontosabban a hozzáféréseket a marketing szoftver fogja biztosítani, úgyhogy már nem annyira látványos, amit jön, de az annál izgalmasabb. Hányan dolgoztatok ezen a projekten? Tehát magán a fordítás, hogy nézett ki, ki mit csinált, erről mesélni egy kicsit, hogy kb. El tudjuk képzelni, hogy mennyire bonyolult is, mert szerintem sokkal bonyolultabb lett, mint így elsőre gondoltuk, hogy lefordítjuk az oldalt, kirakjuk jó, meg majd gyorsan a tananyagokat is lefordítjuk, keresünk egy valakit, az majd fordítgatja. Ebből az lett, hogy fordítóirodát kellett bevonni, szerintem majd egy félállásban egy új munkatársat kellett fölvenni. Hogy lett ebből ilyen viszonylag nagy projekt? Hát amikor így ránézünk, akkor azt látjuk először, hogy van két oldalunk, csapunk egyet, és tök jó, van pár oldal, azt le kell fordítani, van pár tananyag. Na igen ám, de amikor itt bele megyünk egyre a mélyébe, akkor rájövünk, hogy nem csak a tananyagot kell lefordítani, hanem akár egy oldalsávot, egy oldal, ami mondjuk a játékosítást fogja segíteni, egy bejelentkezési oldal. A sales oldalnál rájöttünk, hogy nyilván nem csak egy sales oldalból állunk, hanem ott elő kéne fizetni, ott tényleg biztosítunk jó pár olyan információt, ami az érdeklődő segítségére lehet, és akkor még a marketing szoftverben ott vannak a levelek, a folyamatokhoz, akár az, hogy mutatkozunk be, megvásárolja, vagy éppen egy kártyás tranzakciónál, ha sikertelen, ha lejárt a havi vagy éves tagság, illetve hamarosan következik a forduló hónap, ez mind-mind-mind plusz szöveg, plusz folyamat, úgyhogy amikor elkezdünk mélyebbre menni, akkor mindig több szál és több szál jön, amit nehéz összefogni, de mi nagyon szeretjük a feladatkezelőt, az Asanát használjuk, és ez például egy nagyon jó támpontot ad, hogy ne halljanak el szálak. Ami most már azért 30-40 fölött van, mint feladat, és ezeket folyamatosan figyelni, kiegészíteni, újak jönnek, új ötletek, új észrevételek, és ez így tud egyre nagyobb labdává alakulni.
És hol tartunk most? Látjuk-e már a fényt az alagút végén? Én látom, de szerintem mindenki látja. Igen, hát a fordítások lényegében megvannak. Ott tartunk, hogy a weboldal már az utolsó simításokon vannak, tehát még egy-két helyen a fordítás, a design, az, ami szükséges. A hanganyagok elkészültek, tehát a hang, román hangot is, ugye, hogy az minőségi, élvezhető dolgot kapjunk, az sem egy könnyű folyamat, tehát most végre találtunk két olyan embert, aki nagyon szépen beszél, nagyon élvezhetően adja elő a tananyagot, és ugye ezeknek a hanganyagoknak a feltöltése most megtörtént, pont a mai nap. Lényegében van egy alapunk, amit már csak tesztelgetni kell, és most jön az, hogy akkor a beléptetés, az, hogy hogy jut az oldalhoz, hogy jut el hozzánk, vagy mi hogy jutunk el ő hozzájuk, az érdeklődőhöz, a levelezés, a bemutatkozás, az a folyamat, ami tényleg ahhoz szükséges, hogy velünk maradjon, hogy velünk legyen, és működjön az, amit szeretnénk, és élvezhetővé tegyük a folyamatot, és amit nyújtani szeretnénk. Én egyszer olvastam egy ilyen gondolatot, és megtetszett nekem, ez egy ilyen hüvelykúj szabály, hogy bármi, amit eltervezel, és ezt főleg ilyen üzleti kontextusban értve, a számolja azzal, hogy 10-szer olyan nehéz lesz, és ha még úgy is meg akarod csinálni, akkor vágj bele. És nekem egy tök jó példa szerintem erre ez is, hogy egyébként így gondoltunk valamit, ami a jéghegy csúcsa, és ami így alul van igazából, az egy ilyen brutál nagy feladat vele kapcsolatban, hogy csak említetted a román hangot, ugye, hogy ki az, aki jól olvas fel, meg ki az, aki nem. De ha belegondolsz, honnan tudnánk mi magyarok, aki nem beszél románul, hogy ő most jól olvassa föl, vagy nem jól olvassa föl. Tehát kell egy másik román ember, akiben teljesen megbízol, aki majd eldönti egyébként, hogy ő jó, vagy nem jó. És rögtön az a projekt, amit te azt hitted, hogy ez majd lesz itt egy hang, aki felolvassa, az egy 3 vagy 4 emberes folyamattá alakul, és hirtelen 5-ször annyi, vagy 10-szer annyi munka van vele, mint elsőre gondoltuk. Vagy a WordPress-be például az, hogy jó, majd lefordítjuk a szövegeket. Na igen, de valamelyiket egy pluginba kell beletúrni, hogy lefordítsd, valamelyik egyébként tényleg csak egy kiírás, a harmadik az nem tudom, hol elérhető fordítás, tehát ez se egy olyan egyértelmű dolog, hogy én csak gyors végigrohanok az oldalon, és lefordítom. Ráadásul a fordítónak való átküldése olyan egyszerű, mert ugyanaz a szöveg, ha egy Word-be küldöm át, az jelenthet teljesen más, mint amit majd a gombra kéne írni, tehát neki valahogy kontextusban kell látnia egyébként azt, hogy mit is fordít le. Meg ugye nem is ugyanaz a szöveg kell román oldalra, hiszen nem ugyanazok a funkciók vannak, nem ugyanaz az értékajánlat, tehát az sem teljesen működik, hogy mi majd lefordítjuk a magyar oldalt romára, hanem először írni kell magyarul egy oldalt, ami majd le lesz fordítva romára. Tehát nagyon így sok van. Ilyen feladat felmerült közben. Így van, hát, így van. Tehát mindent újra gondolni, átolvasni, egy új alapra helyezni, de hogy egy vicces példát mondjak, mi nekünk nincs román billentyűk, tehát mi bele se tudunk írni a szövegbe. Oké, tehát akkor gyakorlatilag most már szinte készen van, hogy mondjuk a Minimal Viable Product, ez az MVP, ugye, amivel minimálisan el tudunk indulni. Még talán ami érdekes, és felmerült bennem kérdésként, hogy a fizetést hogy oldottuk meg, ez lehet, hogy másoknak is kérdés lesz, illetve tehát milyen rendszerre, ha jól tudom, akkor itt is OTP-t fogunk használni, hogy az nem, jó, akkor, bocsánat, igen, akkor erről mesélj, légy, hogy mit fogunk használni, illetve hogy mennyi pénz ment bele a cég részéről ebbe körülbelül, hogy ez így nézzen ki, ahogy most van? Na hát ez egy nagyon érdekes. Egyébként nem az OTP-t választottuk, most a Stripe alkalmazást próbáljuk ki. Sokkal több lehetőséget nyújt, és egy kicsit szabadabb a kezünk. Tehát előtte azért jó időt fordítottunk arra, hogy tényleg összehasonlítsuk a két oldalt, és külföldre jobbnak éreztük a Stripe alkalmazást, ez egyébként hasonló, mint a Simple, ugyanúgy kártyás fizetéseket lehet vele indítani, és
Hát ugye lesz háromféle termék, lényegében ugyanazt fogják nyújtani, de hogy, ahogy a magyaron is van egy triál, van egy havi ismétlődő előfizetés, és van egy éves ismétlődő előfizetés, ezzel fogunk indulni. Már ugye mi a marketing szoftverbe, ahogy építjük a folyamatokat, azért itt is gördülnek akadályok. Csak egy áfa példát mondva tényleg, hogy a cégnek ugye EU-n belül nem kell fizetni áfát, egy magánszemélynek igen, tehát hogy már azért elkezdett a folyamat bonyolodni. Most az összekötések, az űrlapfordítások vannak forrongon, illetve maga az, hogy összekössük a weboldallal. Tehát most jelenleg ez a háttérbe, ami folyik. És igazából... És elgondolkodnál a Simple leváltásán Stripe-ra, vagy a magyar oldalon jobb még, úgy látod a Simple? Ez azért nehéz kérdés, mert az OTP iránt bizalommal vannak ugye Magyarországon, a Stripe-ot még annyira nem ismerik. Ugyanakkor én szeretném ezt most tesztelni ugye a román oldalon, mert ha több fejlesztés, tehát nem is fejlesztés, hanem több lehetőségünk van benne, például jelenleg a felhasználónk most nem tud egy kártyát cserélni úgy, hogy ezt ő maga intézzel, ezt egy Stripe alkalmazással már lehet. Tehát egy csomó olyan kényelmi funkciót tudnánk beépíteni, akkor én lehet, hogy tennék egy próbát magyar piacon is ezzel. Oké, és még arról tudsz valamit mondani, egy nagyjáboli számot, hogy mennyibe került ez a cégnek, hogy itt homokozzunk egyet, próbálkozzunk egyet itt a román piacon? Most decemberig számoltam ki, ugye három fő költségterületünk van, maga a weboldal, a pluginok, az egy jó egynegyed részt kitett, a fordítás, ami a jelentős rész nyilván, és a beletett munka, tehát a kis pepecs munkáktól, ez nem ide tesszük a képet, az nem jó odáig, hogy tényleg fel vannak töltve a hangok, a szöveg, a fordítás. Ez 2 millió forint volt december végén, de januárban is teljes gőzzel dolgozunk a projekten, szóval van még egy kis költség benne. Ja, tehát olyan 2 és 2,5 millió forint kb. Mire egy éjszakább ilyen klubot kaptunk, és akkor én még arról mesélnék csak pár szót, és szerintem egyébként eléggé körbe is jártuk a témát, hogy mi az, ami most fog következni. Ugye elvileg összekötődik a marketingrendszer a weboldallal, nyilván ezt leteszteljük jobbra-balra mindenfelé, és amikor ténylegesen azt látjuk, hogy na, elő lehet fizetni, megkapja az ember a szolgáltatást, amit kért, még néhány marketing levelet valószínűleg meg kell írni, amit ugye kiküldünk, ha feliratkozik, kiküldünk, ha csatlakozik. Tehát ez a levélírás egyébként egy egész nagy munka ahhoz képest, mint aminek tűnik. Tehát itt mint 10-20 levelekről van azért szó, ami a minimum, ami szükséges lesz. Aztán pedig felépítjük ugye magát a marketing rendszert, tehát a külső kommunikációt, ami főleg Facebook hirdetésekre fog első körben alapozni, valószínűleg ezek lesznek a legjobban teljesítő hirdetések, azért itt kezdjük, mert ha ez nem működik, akkor úgy nagyon valószínűleg máshol sem fog, tehát ezeket kéne működésre bírni első körben, ez egy Facebook page-re lesz szükség, egy Facebook business új fiókra, ugye ott meg kell csinálni a hirdetéseket, célközönséget, nagyjából már ugye azért magyar alapján tudjuk, hogy ki lehet célközönség, becélozzuk, és imádkozunk, hogy működjön. Működjön. Nem működjön, működik? Működik. Működni fog. Így van. Annyi kiegészítés, hogy a levelek már le vannak fordítva, lényegében a hirdetés, tehát a hirdetési kommunikáció van visszafordításból, tehát jól haladunk. Én nagyon szeretném, hogy februárban elinduljunk. Ez a cél. Az a cél, tehát akkor februári indulás van kitűzve, addigra felépítjük ezt a marketingrendszert is, és akkor lesznek adataink, és meglátjuk, hogy mennyiért tudunk ügyfelet szerezni. Ugye a legjobb az lenne, talán a legpozitívabb forgatókönyv, hogyha egy havi klubtagság díjért cserébe bejönne egy előfizető. Ez azért nagyon optimista, mondjuk a 2 havi díjért jön be, az még jó lehet, ott már azért felmerül kérdésként, hogy mennyi ideig maradnak klubtagok,
de mivel, hogy a klubanyagokat a magyar piacra egyébként is elkészítjük, és azokat kvázi csak fordítani, meg hanganyagosítani kell, csak ez ugye idézőjelben, de hogy ennek olyan nagyon nagy fenntartási költsége nincs, mint a magyar rendszernek, ugye ahol betesszük a mesterkurzusokat, klubtalálkozó szervezés, közösségépítés, ott azért egy sokkal nagyobb fix költség van, tehát ez egy alacsonyabb költségszinten is szerintem el tud működni, de nyilván majd a gyakorlatban látjuk, hogy ez ténylegesen mekkora költség, meg mennyi bevételt jelent ténylegesen egy klubtagnak az előfizetése. Nagyon szépen köszönöm, Adrián, hogy itt voltál, és hogy elmondtad nekünk ezeket. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, és tudtok belőle valamit alkalmazni, vagy legalább jól esett belelátni egy kis magyar cégnek a terjeszkedési próbálkozásaiba. Ilyen problémákkal küzdünk, nehézségekkel, kihívásokkal küzdünk minden napokban. Köszi szépen, hogy itt voltatok, majd még valószínűleg jelentkezünk azzal, hogy mi is lehet ennek az egésznek a vége, de akárhogy is, az biztos, hogy nekünk is egy jó tanulság, és egy jó, kellemes kihívás volt. Köszi szépen akkor, köszi Adrián neked is, sziasztok! Sziasztok!